Most ezt a piszkosul elcsesztem. Nyugodj meg, majd csak rendbe hozzuk valahogy. Elmegyünk egy pszichiáterhez, visszafizetjük valahogy a tartozásodat, és újra talpra állsz. Ugyan, végem van. Szedd már össze magad, majd kitalálunk valamit. Nincs mit tenni. De hol a pokolban voltál, amikor problémáim voltak? Mind a ketten magamra hagytatok. Tessék! Egyikőtök sem állt mellettem. Sem te, sem az az idióta testvéred. Ti csak elítéltetek. Szóval a mi hibánk. Meg ne halljam, hogy még egyszer így beszélsz Krisztinről. Ó, baszd meg! Baszlódj meg! Mennyit vesztettél? Mennyit? Mennyit sikerült elbasznod? Mindent. Mi az, hogy mindent? Mindent elvesztettem, nem érted, Vika? A világon mindent, a pénzünket, az üzletet, mindent! Undorító vagy. Csődöt kell jelentenem. Vizsgálatot fognak indítani, aztán sitre vágnak. Elég volt. A büdös kurva életbe, te baszott fasz. Ahogy Erik elköltözik otthonról, jut eszembe, még nyilván nem tudod, hogy felvették a Georgetownra. Szóval, ahogy kiteszi otthonról a lábát, te pakolsz és elkotródsz a hugon közeléből. Az egyetemre szánt pénzt is elverted? A büdös kurva életben. Édes Istenem. Undorító vagy. Hogy tehettél ilyet? Jézus. Na jó. Fizetem Erik tovább tanulását. Köszönöm. Köszönöm. Remek ember vagy. Egy pillanat. Hogy játszhattad el az üzletet? A hugom nevén van. Tulajdonképpen nem játszottam el. Akkor mi történt? Rossz társaságba keveredtem, és most tartozom nekik. Az a személy Tony Soprano. Igen, jól hallottad. Tony Sopranónak tartozom. A maffia vezérnek. Ha valaki veszít és nem tud fizetni, akkor beszállnak az üzletébe. És széthordanak mindent. Teljesen tönkre teszik. És a zsaruk? Ezek állatok, Vic. Először csak megfenyegettek, aztán összevertek és fegyvert fogtak rá. Vic, lövésed sem lehet arról, mi az, hogy halott szemek, amíg nem vigyorog rád egy ilyen a szekrényedből, a mamuszodból.